reggelt mindenkinek. Ismét reggeli hajnali madarat játszunk. Azért jó korán felkelni, mert általában zsúfolt helyeket ilyen csendes állapotukba is meg tudtak tekinteni. Hát ez most a Kőbánya Kispest méltán világhírű és nagyon szép objektum itt Budapesten. És hogy miért vagyok itt, azt megint majd csak nem sokára megtudhatjátok. Reggel 8:30 szombat, úgyhogy most kimarad a piac, és találkozok valakivel, de mindjárt elmondom, hogy kivel. Uh-huh. Igazából mind a ketten tudjuk jó, hogy fontos kéne gyújtózkodni egy kiadósat az Ágyikóba, nem? Szombat reggel van, 5 nap múlva utazunk el egy hónapra. Úgy gondoltuk, hogy meg az lesz, hogy előtte pihenünk egy pár napot, mégis megterhelő lesz, stb. Sikerült. Úgyhogy szombat reggel a MÁV-ra bíztuk a testünket. Lehet azért is aggódnunk egy picit, nem? Az időben vagyunk. 111, 109, most lassulunk, 111-el is mentünk, meg 120-al is. Egy percet később, úgyhogy azért már szinte japán. Hát Budapestről indultunk, azt gondolom mondani se kell, és Debrecenbe megyünk, mert ez egy olyan adás lesz, aminek a felkófe nem akarom, hogy túl hosszú legyünk, úgyhogy csak annyit mondom nektek, hogy tartsatok már is velünk, mert egy elég kalandos utazásra hívunk titeket. Olyan emberekkel, akikkel még sosem találkoztatok itt a Speedzone képkockáin, memóriakártyáin, illetve YouTube csatornáján. Rock and roll! Megérkeztünk Debrecenbe. Olyan emberekkel találkozunk, akikkel. Akikkel még soha. Ott jön az egy. Olyanokkal fogunk dolgozni, akikkel még soha. És kezdjük rögtön. Tuflakorú barátunkkal, de rég láttalak. Szevasztok, nem rám számítottatok. Nem baj. Nem csak Pesten, Debrecenben is találkozunk. Mindenhol. Menjünk el enni, mert pusztulok meg. De már reggeli régen volt, hát nem reggeli. Peti elvett egy szeletkenyeret, én nem, mert én hajnalban ébredtem. Még be kellett vinnem a kocsit, hogy a másik kolléga bele tudjon ülni, aki mondjuk tegnap fél egykor még a kocsmából írt. Jó, de jó. De már ébren van és él. De figyelj, menjünk el kajálni, még annyi időnk van, nem? De? Mindjárt megnézzük, hova kell menni, és akkor kiderül. Jó. Most egymást filmezzétek már úgy, ez az Tóth Árpád, Móricz, Zsigmond, Ali, Endre. Hova jöttünk? Uh-huh. Igen, odaállok be, az a terv. Uh-huh. Csak irányba. Azt mondták a fiúk, hogy egyen legyek komolyabb, de hát igazából figyelj, rock'n'roll van, gyerekek, menjünk a tankcsapdával Győrbe bulizni, Fejes Tomi vezet, most hívjuk éppen a sűrítőt, fel kell venni valahol Érden, Lukács Laci bent ül hátul, menjünk, csináljuk végig az egész bulit, szétrugjuk Győrt, de valami mocskos módon. Utolsó évzáró buli. De menjünk, jó? Peti, de megy össze Bencével egy darabig. Laci még nincs itt. Nagyon fontos, hogy a biztonsági főnök is itt van velünk, úgyhogy nagy baj nem lehet. És BMW-vel jár. Mert a rendes autóban hosszabb van a motor és hátul hátja. Ahogy ember. Nagyon
nektek az így fejből megvan, nem ez az M3? Hát ez M3. Az M3 mondjuk viszonylag meg. Azt azért úgy kb. Hogyha... A régi szakasz, az új szakasz, az összes építkezés... Bárhol felkelek, beállszok mentőn és kinyitom a szemem, és csak kipillantunk a bokroklótról, hogy hol tartunk, de nem a kilométer távláról. Mennyi vettük majd lefáradva kvázi így a nyár végére? Hát nyilván, figyelj, az utazás az... az ki tud az emberből venni, ez kétségtelen, de egyébként mondjuk pont az M3, a Debrecen-Budapest szakasz az annyira sokszor megtettük már, leginkább Tomik közülünk, meg még szerszáz, hogy de amúgy meg mi is nyilván az elmúlt sok-sok évben, hogy igazából ez már nem ez a része a fárasztó, egy Debrecen-Pest utazás, ez már tényleg annyira ilyen rutin, vagy gyakorlat, vagy ilyen. Pillanat, ez nem az a műsor, ahol nem fér bele egy bazd meg. Mondom, ez úgy kell, nyugodtan nem szoktam, rá, szoktam te is, Tomi, de az összes mondat végén mondjál most már egy bazd meg, fuck you, játszok a rocker. Szoktam én mondani, hogy bazd meg, csak akkor, hogy bazd meg. Ha nem mondom, hogy bazd meg, akkor nem mondom azt, hogy bazd meg, bazd meg. Így nyugodtan lehet beszélni, nem mondod a pálcákat. Mi a műsornak a neve? Én nyugodtan szoktam. A Speed Zone a csatorna, és akkor oda. A Speed Zone, azon rajta vagyok a Speed Zone. Nem mondom. De. Szoktam nézni csak a műsoraidat. Tényleg? Aha. Mondottál már, azt nem értem, bazd meg, hogy ilyen tájszólással, hogy lehet a médiával dolgozni. Mert én nekem is kilógok a papa, az meg nem mondom. Hát most figyelj, hogy a tájszólás ez egy dolog, most attól függ, hogy ha... De utána szerintem te voltál az első, mert előttem egy csomó mindenki ráment, hogy gondolom ez érdekes, tetszik hát az emberek. Hát szégyeljem, hát most... De, ja, Isten őriz, én sose szégyeltem, ne félj. Mixát is megírtál jó palócokat, aztán mégis. Hát mindenki, aki beszól nekem, hogy győzik-ézik egy kiadósat, mondta nekem, hogy hát ez nem így van. Figyelj, Tom is a szégyellé, szégyellem én magam helyette. Ja, igen. Szégyellj a környezetem. Ugyan már? Senki nem mondta, hogy az a szép magyar nyelv, amit a Pesten beszélni, mert attól mászok a falra. Hallottad, ez... Hát mi kicsit ilyen nyugatiasak vagyunk, mert másképp írjuk, másképp ejtjük. Ez a Debrecenben Ukrajna beznek. Mi el meg I betűvel beszélünk, ti meg AA-val. Sose érdekelt ez a fajta része, hogyha azt nézik az emberek, hogy tehát szólok, nem azt, amit mondok, akkor már rég jó, mert akkor már csak azzal foglalkozik. De vesztettél a tájszólásodból egyébként. Keveset járok haza. Érdekes, mert anyám... Ugye ez az M3 Miskolc, Miskolcén bár évére megyek át a határon, hogy onnan származom. Ez az érdekes, hogy anyám is, meg apám is, püspökölen Nárudvar, teljesen mindegy, úgy, hogy tudod hol van. De azok is olyanok voltak, hogy amúgy is tájszólás, de ha hazamentek, akkor így a táblánál beváltottak. Kész, ott ennyi. Beváltottak, és onnantól kezdve teljesen más idegen nyelvet beszéltek. Ez ilyen tudat alatt. Úgyhogy kezdesz te is pestiesedni, vigyázz. Sajnálom, és el is költöztem, és fogok költözni hamarosan. Nem vagyok én ilyen pesti csávó. Nem én ezt. Főleg igazából a mentalitás, ami ott szerintem ilyen iszonyúan fos, ez a hátba szúrós, másik hátán felmászós. Ez a klasszik. Ja. A médiában meg azt, tehát ezt tudjátok. Hát, így kicsit látjuk kívülről, hála Istennek, mert valahogy mindig úgy tudtunk okoskodni. Hát meg a bőrötökön érzitek, hát az egyik nap még, amiről beszéltünk, egyik nap még ott ugrálnak a koncerten, a másik nap meg elkintenek a csatrangos kicsába, csak azért, mert valami olyasmit csináltak, ami neki nem tetszik, de hát aki ezt nem érti, az sajnálom. Hát meg ráadásul az a baj, hogy nem olyat csináltunk, amit nem tetszik, hanem vannak olyan médiumok, ami kiforgatják a tetteidet, és úgy nem tetszik nekik. Ha meg azt mondod, hogy ez nem úgy volt, akkor meg azt mondják, hogy magyarázkodsz. Tehát itt az a baj, hogy van benne egy kis csavar, mert... Egy olyan pazar előadásom volt, aztán pont itt a Debreceni Tudomány Egyetemen a Dezinformáció a médiában címben, hogy élvezted volna te is. Na mindegy. Desinformation is a weapon of mass destruction in action. Akartam is kérdezni, hogy amúgy hallgattok zenét? Vagy ki az, akit hallgattok? Vagy annyira menet közben, kocsiba? Nem, csak úgy unblock. Ki az, aki titeket inspirált? Vagy valamiért nem vagytok már egy gyerekek, ti se. Hogy valamit tudom, egy Stones, vagy egy Iggy Pop, vagy akárki. Henry Rollins. Hát figyelj, most erről igazából, hogyha mind a hármunkat megkérdezed, akkor mind a hárman valószínűleg mást válaszolunk. Mert hogy nem feltétlenül egy gyökérből táplálkozó az ízlésünk. Nyilván van egy csomó közös metszet, értelemszerűen a rockzenében nagyon sok közös metszetünk van. Mit tudom én, Ozzy a Black Sabbath-tal, vagy a Mötley Crüe, és most sorolhatnám itt a példákat még jó sokáig.
de egyébként meg minden hármunknak vannak olyan előadói, vagy kedvencei, amit a másik kettő nem feltétlenül tekint meghatározott gyökerének. De egyébként a mai napig hallgatunk zenét, szerintem mind a hárman, otthon is, kocsiba is, én legalábbis biztosan, tehát hogy... Hát egyértelmű, de szerintem ez olyan, mint hogyha az új autókról, az új modellekről nem vennél tudomás, hanem megragadnál a 124-es Mercinél. Tehát így szerintem ez valamilyen szinten kötelező, és szerintem a koncertre látogatás is úgymond kötelező. Most például itt megyünk a Phoenix mellett, itt szoktunk játszani évvégén. Most volt pár napja Prince koncert, Prince. Hát, ha lett volna egy igen, és bocsánat. És mindig Prince-t mondok, nem tudom, Sting koncert. Teltházzal, hála Istennek, és azon is voltam, és jó volt. Tehát. Azt mennyire tartjátok igaznak? Ez egy nagyáltalán múltkor egy tök jó felvetés volt még annak idején Sixnek, hogy így a normál teltházas rock koncerteknek kell azokat így azért megölje egy picit a sok fesztivál. Jó, nyilván most ti mások vagytok, van nálatok, azért mindig full house van, de hogy ez, van ennek így jövője még egyáltalán, vagy már csak a fesztiválozás fog menni? Erős kérdés, mert nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy... Ahogy a szádra jön nyugodtan ez az a műsor. Az a probléma, hogy a maga a fesztiválozás szerintem az építő jellegű is tudna lenni a zenekaroknak, hiszen a fesztiválnak az a marha jó, pláne mondjuk egy rockzenekar esetében, hogy ugye az egy promóciós felület, mert a fesztiválnak az a lényege, hogy mindenfajta zenei stílus megtalálható, és mindenféle fajta ember megtalálható, mint néző. Tehát egy csomó mindenkinek, aki pláne olyan zenét játszik, ami réteg zene, mint a tankcsapda is ilyen szempontból, kicsit mi ebben másak vagyunk, de mondjuk egy normál rockzenekarnak adott esetben jó is lehet, mert találkozik olyan ember vele, aki nem keres rá. Mondjuk egy road zenekarra, vagy nem keres rá egy depresszióra, azt mondja, hogy milyen jó kis zenekar ez. Milyen jó kis zenekar ez, érted? És akkor alapjába véve ez egy jó felület lehet. Inkább azzal van a probléma, hogy a fesztivál manapság már megint politika lett, illetve olyan emberek kezébe került, akiknek pénze van, de egyébként szakmai tudása nincsen, és el van kóklerkedve, és emiatt szanaszéjjel verik a piacot. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor egy soron van egy csomó autókereskedő, ami hó pazar, és akkor valaki apukájának, a kisfiának, mert autókereskedést akar nyitni, közéjük nyit egyet, azt szanaszéjjel veri a piacot, és ezzel a piacnak is árt, a márkáknak, az autóknak is, meg saját magának is árt. Elpróbózhatani, hogy a line-up se az igazi, meg olyanok vannak felértékelve, akik mondjuk nem érdemlik, meg ellenben azok, akik megérdemelnék, meg nem. Igen, meg szarok a koncertszervezők, rossz a marketing, azok a fesztiválok, amik szakmai szemmel szépen föl vannak készítve, de nem bírnak annyi pénzzel, azokat lemossák azok a fesztiválok, akik tele vannak lóvéval, és a médiában szanaszéjjel tudják reklámozni a szarfesztiváljukat. Elindul az árháború, lenyomják a jegyárakat, adott esetben 80%-át ingyenessé teszi, ami teljesen piacromboló hatású. Szóval egy csomó olyan szakmai dolgot tudnék mondani, órákon keresztül, hogy milyen lehet ártalmas. De egyébként megmondom, tehát nem sírok, mert mi is nagyon sok fesztiválon játszunk, tehát hogy magyarul ennek van jótékony hatása, mégpedig az, hogy egy tankcsapda esetében is a nem tudom milyen, Laci, hogy hívják, milyen gőzgombóc fesztivál? A település nevét nem tudom megmondani. Pont a település a lényeg. Hát de lem van egészen délen a déli határon, ott Mohács környékén. Meg mit tudom én, Lecsó Fesztivál, olyan helyeken, meg olyan nevek, érted, hogy azt sem tudom, hogy tényleg nem akarok senkit megbántani, hogy egyáltalán Magyarországon van-e, tehát olyan nevekű helyeken játszunk, nagy technikával, sok emberrel. Egyébként annak a koncertnek meg nem biztos, hogy önállóan tankcsapda esetében is ott egyáltalán lenne létjogosultsága. Csinálni kéne egy ilyen oszfeszt, mint arra egy ilyen tankcsapdafesztet? Egyébként tankcsapdafesztet akartunk már csinálni. Már akartunk csinálni, csak hát ugye lenne is létjogosultsága, lenne is hely rá, talán még így a támogatókat is össze tudnánk szedni, csak kicsit bele vagyunk már fáradva. Na, gondolom, hogy azért nem lehet mindig. Ember probléma, emberállomány probléma. Hát ez a viaskodás az emberekkel, ez az elveszi a energiát. Majd
majd egyszer megkeres minket egy fesztivál szervező, aki biztos jól csinálja a dolgát, aztán lehet, hogy velem megáll. Na, de akkor üzenjük innen minden fesztivál szervezőnek, aki jól csinálja a dolgát. És annyit, hogy 20% is ebben nekem szigorúan. De ezt Laci nem hallotta most. Akkor a fejnek kell 20%-a, Laci nem másik 20%-a, nekem egy 5%-a, aztán szervezzük az egészet. Ja. Mi csak 4 napig mulatunk, nem? És te leszünk, hogy szabak is egy a Győri helyszín, ez frankó, ezt szeretitek, ahová menjünk most, ez jó? Jó kis helyszín, aha. Hát figyelj, ez egy kicsi szabadtéri helyszín, tehát igazából ez egy zárt téri klub, igen, csak ennek van ilyenkor nyaranta, hát ugye most október 1-je van, tehát ez már pont nem nyár, ez a záró akkor ennek a idei szabadtéri szezonnak. Most is kint játszunk? Igen. Azért a koncept napján megtudni, hogy kit fog volni, azért az erős. Ja. Együtt ráadásul adnék a rövidnadra, de nem, egyébként mostanában hordok magammal aláöltözőt is. Bocs, belevágtam. Hát hideg voltál végén, nem szakad volna a víz a végére? Dehogy nem, akkor harmadik számnál már. Amúgy hideg nem lesz, itt inkább az eső lehet. Jövő mindig esik, mindig. Meglátjuk, mindenestre a hely egyébként jó. Jó srácok csinálják a klubot, mert úgy értem, hogy rendes srácok csinálják a klubot, úgyhogy... Meg most akcióban megyünk, nem 66 millióért, hanem csak 33 millió. Ennyi, igen. Kisebb a helyszín, kevesebb a gázsi. Az is egy szép hír volt tényleg. Igen. És természetesen ezt mindenki úgy képzeli, hogy akkor előkerül a pénzes zsák, és akkor 3-3 a felé, akkor az 22 fejéként. De ráadásul a hír sem igaz, mert a zenekar egyébként 10 millióért ment bruttó, tehát hogy nem... Tehát még ez sem, a hír sem igaz egyébként. Tudod, az Magyarország, hogy mennyi jön a számla, és a végén mennyi van a semmit, sokszor nem ugyanaz. Na jó, de ezt majd kamerán kívül elmondom, igen. Hogy működik. Egy szóval 122 milliót tettem zsebre aznap. Igen. Azért az pontosabban megmondtam, hogy amíg nincs lerakva az asztalon, az én szobámban az asztalon nincs lerakva 22 millió, így leszámolva KP, addig én fel sem megyek a színpadon. Meg a Domperin jön a játékgép, a viszkó. Az most abban nem menjünk bele, mert az alap. De a főnisztcsarnokban is, meg bárhol, ha játszunk, az emberek így kiszokták kommentbe számolni, hogy mit tudom én, 7000 forint volt a jegyár, volt 10000 ember. Akkor az 70 millió forint. Igen. Azt elosztott 3-mal, akkor ezek kerestek aznak azért fejenként. Csoda, hogy jó jönnek. 22,5 millió forint. Hogy mi mindig itt tartunk te. Igen, sajnos. Amúgy hozzáteszem, hogy nem bánnám, ha neki lenne igazuk. Érted? És így működne, hogy 7000 forint, 7 millió forint, hocén ezzel tessék, sebbet teszem, azt megyek utána másnap most az ABC-be vásárolni. Viccelődik a Laci, de amúgy tényleg így, hát nektek elmondom ennek a pár százezer nézőnek, hogy a Muszvárovszkival van felszorulva a kocsiba járó, mert a télen nem fagy bele a víz. Én látom a fejet, hogy hamar rá fűt, mert már nagyon hűvös volt a lakás, és egésznél nagyobb cigarettákat dobálnak le a teraszról. Igen, igen. És a személyzetről nem is beszélsz. A személyzet az... Azt hiszem. Egésznél nagyobb cigarettákat? Ezt nem hallottam én, de ez jó. Annak idején gyerekkoromban volt ez, hogy valaki váltuk a busz és rágyújt, és jött a busz egy perc mellől, és eltotta a cigit. Tudod, ekkora derket. És az volt nálunk, nem tudom, ismerted azt a mondás, hogy hülye vagy, bazd meg, ezért szegényebb országok, mert helikopterek leszállnak, bazd meg, egy ekkora derket. De ezt nem hallottam még azt, hogy az egész ilyen nagyobb cigit derket dobunk el, vagy. Mennyire, ha így visszagondoltak az utóbbi 25-30 évre, Jamblo kérdezem, hogy meddig lehet ez bírni? Mennyire erodálta az egészségeteket? Nyilván az életviteletek más lett, de hogy így megállt azt az elképzelést, amit te felállítottál magadnak, hogy akkor én most zenész leszek, vagy rockzenekarban játszok, énekelek, dobolok, akármi. Mennyire lett más ahhoz képest, amit te elképzeltél? Mennyire mentetek ebbe tönkre? De most két különböző dolgot kérdeztél akkor szerintem. Akkor két választottam. Az egyik kérdés, hogy meddig lehet ezt csinálni, erre szerintem exakt válasz, pontos válasz nincs. Hogy Mick Jagger kéne megkérdezni. Ha megkérdeznél erről egy Mick Jaggert, aki 80-hoz közel is végigugrál egy egész koncertet, minden bizonyan más választ adna erre a kérésre, mint az a 20 éves, aki drog túladagolásban a 25-öt se érte meg. Értem, mire gondolok. Tehát, hogy hogy meddig lehet ezt csinálni, van akinek eddig, van akinek addig, ilyen szempontból nem különbözik ez bármilyen más. Te vigyázolnál most az egészségedre tudatosan? Vagy azért... Vigyázhatnék rá sokkal jobban is, persze. Vigyázhatnék rá sokkal jobban is. Azt
azt, hogy az adott egyes embereknél adott esetben Tominál, Sidinél vagy nálam meddig lehet ezt csinálni, ezt majd a saját életünk, meg a saját időnk majd megmondja, vagy megmutatja. De mondom, hogy ezt általánosabban meddig lehet csinálni, erre szerintem általános válasz nem létezik. Bírjátok meg? Hát most még igen, persze. Ha nem bírnánk, akkor nem ülnék most itt a buzó például, érted? Tehát, hogy... Jó, én láttam a csáját, tehát kortyolgatott reggel a fej, szóval azért figyel, látom, hogy azért vigyázz az egészségére. Igen. A másik a kérdés, amit meg ezzel kapcsolatban kérdeztél, hogy olyan, mint amilyennek elképzeltük annak idején, így, hogy benne vagyunk 2000-ek óta, ez. Vannak olyan részei, vannak olyan részei, amiket illetően én sokkal többet kaptam ettől az egésztől, mint amit valaha reméltem. Meg vannak olyan része is, amiről volt egy tök naiv elképzelésem, és hát nem úgy működik. Persze, ez is igaz, mind a kettő igaz ilyen értelemben. Tabi? Hát én szerintem is sokkal többet kaptam, mint reméltem, pont. Nekem minden faszom, minden jó. De az összes rosszal együtt. Tehát én mindig úgy szoktam mindennel, Lacival azért sokat beszéltünk már, hogy... Hát ez régi cimbikattok, nem? Hát régen. 90-es évek. Még nem is voltál csapdában. Igen. Sok évvel. 90. Igazából 30 éve ismerjük egymást. Legalább 30 éve. És ebből 20-at simán letagadhat. Lehet több is. Lehet több. Sőt több. Hogy én mindennel elégedett vagyok. Tehát azt mondom, hogy élet egy felpakolod egyik serpenyőre, hogy mit adtam meg, mit kaptam, mit vesztettem, mit nyertem, abszolút maximálisan eredül az egész. Én én mindenért, mindenkinek hálás vagyok. Még azoknak is, akik mondjuk keresztbe tettek. Ja, hát az rendkívül tud motiválni, hogyha valaki keresztbe tesz. Legalábbis engem úgy. Pontosan, hát azért mondom, hogy akkor még jobban én... Konkrét dal, szövegek születtek, a konkrét esetek. Most nem fejtelen anyádból, de mondjuk az a... Van egy lemezünk, ami úgy kezdődik, még zene sincsen, csak szöveg van, hogy a szavak úgy jönnek belőlem, előre szólok, hogy senki nem menekül előre. Ez egy olyan dal, meg egy olyan motiváció volt annak idején, amikor konkrétan tudom azt, hogy ki meg milyen módon, most nem kezdem bele, mert nem az a lényeg, tett nekem keresztbe, és ez engem annyira felbaszott, hogy aznap, másnap megírtam egy ilyen dalszöveget, érted? Ami ráadásul az egyik ilyen legdühösebb dalunk. Szeretjük is játszani, mondjuk most pont nincs benne a túlnézetben, de egyébként szoktuk. Ja. Tehát ilyen értelemben valóban az de is... De egy 5000-esén most is elnyomjuk neked. A kapella. Szóval igen, tehát hogy magyarul én mindennél, igen, az összes álságos újságírótól kezdve a... Azért ezt nem tud kivédeni. Ne, de nem is kell. Amennyit ártott nekünk hosszú távon, csak jót tett velünk. Jó. Csak jót tett velünk. Ha megérkezett Sidi is, mindjárt majd integetni fog. De élvezitek még? Szeretitek még? Van még valami abból, ami a terén? A pereskedést? Nem a pereskedést, az, hogy kiállsz a színpadra. Leszel, kártyakamera nem látja, de hát a de srácok mögött látja. Menjél már, ne tegyed a fejed, bazd meg! Hülye gyerek. Sidi megérkezett. Hogy van még benned az a druk, vagy egy kis izgalom, vagy valami, akkor bazd, itt vagyunk, csapjunk bele. Megrendíted a gitárt, telejítsz először. Ez a kérdés olyannyira aktuális, hogy most a beszélgetés napján vagyunk túl egy héttel. Nem bajtja remek a kamera? Nem. Jó. Szóval a beszélgetés napján most vagyunk egy héttel túl körülbelül a legutóbbi dupla Budapest Parkos legjobb méreg 30 éves jubileumi koncerteknek. És én megmondom őszintén, hogy én a pénteki nap előtt, a péntet az első koncert előtt jött a parkban. Remegős voltál? Nem, nyilván nem remegős, mert azért érted... Jó, a tárgyat. Több tíz évnyi koncert tapasztalattal a hátam mögött, nyilván nem így remegek, meg nem lámpaláz ez, érted, hogy most el ne roncsom a második szám refrényébe, vagy C vagy G-be, ilyen szinten nincs már bennem. De ott például nagyon rég éreztem azt a fajta ilyen jól eső drukkot, vagy izgalmat, igen. Tényleg egy ilyen felfogzott drukkot, várakozást, hogy na, hogy milyen lesz ez a mai este, mert hogy egy olyan műsort játszottunk, egy olyan tematikát, meg egy olyan hangulatot, meg egy olyan korszakot idéztünk meg, amit amúgy nem szoktunk. És ilyen formában nekem is tök új volt a szituáció, túl azon, hogy a gitár az gitár, a dob a színpad, érted a fény, de mégis, és én magam is meglepődtem azon, hogy még ennyi évtizede, és jó értelemben érted, tehát pozitív értelemben, hogy még ennyi évtized elteltével is, igenis, tudok izgulni koncert előtt. Persze, hogyha
ha van egy koncertműsor, egy nyári fesztivál műsor, amit egyébként estéről estére szoktunk egy-egy dal erejéig variálgatni, de az mégiscsak egy beállt koncert turné műsor, és hogyha azon a héten mondjuk a negyedik koncertjét játszol ennek az etapnak, akkor nyilván nem úgy még fel a negyedik koncerten is, hogy izgulsz, hogy mi lesz az első szám, mert pontosan tudod, hogy mi lesz az első szám. Tehát ilyen értelemben véve az a fajta druk már benne nincs, de egy-egy ilyen alkalommal, mint például az a Budapest Parkos dolog is, igenis újra felszínre törnek bennem ezek az érzések, és ezek egyébként jó érzések, ezek engem motiválnak, arra sarkalnak, hogy még jobb legyek a színpadon. De ez meg azt jelenti, hogy megélsz. Hát egyrészt még élek, másrészt meg szeretem csinálni, tehát nem az van, hogy na, megyek a gyárba, csavargyárba dolgozok, és naponta 3000 csavart így le kell húznom egy kar segítségével, de egyébként utálom. Hogyha nem szeretnénk zenélni, nem szeretnénk ütni a pergőt, nem szeretnénk gitározni, vagy bőgözni, énekelni, akkor nem csinálnánk, akkor csinálnánk valami mást, érted? Hát nincs ebben szerencsés ezek, mert hogy abból értek, amit szerettek. Ez pontosan így van. És ez valóban itt a szerencsés helyzet, vagy az áldott állapot, vagy lehet ezt ilyen nagy szavakkal is. Van benne meló, azért ide igen jutni. Az más kérdés. Nem alapja hordta össze a tankcsapat. Nyilvánvaló, az nem kérdés, hogy van benne meló, de az se kérdés, hogy csak azért, mert bele van téve egy csomó meló, csak azért, mert valaha szeretted, de már nem szereted, akkor nem csinálnád, érted? Vagy legalábbis nem tudnál olyan lelkesen, olyan átéléssel, olyan lendülettel csinálni, mint hogy mit csináljuk. Remélem, hogy ez kiderül már a közönség számára. Hát meg ahogy a régi mondás mondja, munka után haszonterem, látják, de van verem. Na mondjuk ezt nem gondoltam volna, basz meg így délelőtt, negyed 12-kor. Jó, betöm, ez egy örülök neki. Meg egyébként szerintem... Nem törtetek össze az alatt a média nyomás alatt, azért amit van. Szerintem, hogyha a Laci nem lenne mondjuk izgulós, akkor ez már azt jelentené, hogy annyira nem érdekli. Hogy már annyira rutin, hogy már... Igen. Tehát szerintem, aki izgul, az azt jelenti, hogy még mindig motivált. Miért ne izgulna? És te, mint dobos, nem szoktál elrakni egy ilyen ad-hoc taposóaknál benne, hogy beleütsz valami mást, és akkor el kell kezdeni játszani? Ez a nincs ilyen rögtönző sztori, hogy megborítsátok. Figyelj, alapjában véve elég szar zenészek vagyunk, úgyhogy egyfolytában szopatjuk egymást. Azt akartam, hogy nálunk nem tudatosan. Szándékosan azért nem ütünk mellé, vagy nem játszunk mellé, hogy megviccek a többit, nem is simán akaratlan is mellé ütünk, meg mellé gitározunk, úgyhogy nálunk ez nem konkrétan. Egyfolytában szopatjuk egymásból. Messzire eljutottatok azért Debrecenben, srácok, komolyan, lelkalappal baszkisz. Volt egy valamilyen díját adunk, vagy nem tudom, valamilyen nagyon elegáns, vagy nem tudom, valamilyen fogalmi... Smokingbe kellett menni? Nem, meg kellett volna, sosem megyünk abba, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy én mondtam Lacinnak, hogy mindenki ott feszenget, meg akkor már hirtelen művész urak voltunk, meg nem a debreceni hülye gyerekek, mit tudom én, 15-20 éve elteltével, vagy éppen egy szerződést írtunk, hanem már nem tudom, de azt mondtam Lacinak, mondom, látod Laci, a csuklógig vagyok, abban a dumában milyen messze el lehet jutni. Sose ja, gondoltam volna. Igen, ez egy ilyen promóciós összejövetel volt, fenn a hegyekben, egy szállodában, nagyon proc környezetben, tényleg menő volt, és Tomi mondta, hogy látod, Laci, baszna, hogy azzal a dumában, hogy csuklói vagyok, abban meddig el lehet jutni, látod, mondta? Hát igen. Most így jó vagytok, így hárman így most faszázik, most összeállt, most minden oké? Okay. Figyelj, a legjobban a színpadon vagyunk. Ha. Tehát ami a legfontosabb, meg ami a legcsúcsosabb, vagy hogy mondjam, a leginkább látványos felület, az a színpad, nyilvánvalóan egy zenekar esetében úgy értem, és a legjobban ott vagyunk. Nyilvánvalóan a hétköznapokban, ahogy bármilyen más kapcsolatban is, közöttünk is vannak, lehetnek, voltak és lesznek is kisebb, nagyobb súlódások, vagy bármilyen... Nem, úgyhogy a közös gyermekünk Sidi, az izé meglehetősen hülye gyerek, de próbáljuk nevelgetni, meg minden, de még most se szóba tiszta. De ezzel együtt, ami a legfontosabb része az egésznek, egy zenekar esetében úgy értem, ja, az a zenélés, a színpad elsősorban, hál' Istennek az, én azt gondolom, hogy az megy a lehető legjobban. Most gondolom, a Covid egy kicsit megrágott titeket is, de mennyire jött vissza normál kerékvágásba az életet? Fel tudtátok venni újra a tempót, mert ez kellett egy kis idő, ami nem lehet így a helyből százal menni. Hát helyből százal nem lehet menni, de elég jól gyorsulunk. Öreg járgászik a tomalikum. De nem, egyébként nyilván a Covid időszak szar volt, mert hogy nyilvánvaló volt, én ezt a többieknek annak idején mondtam is, amikor az egész Covid dolog elkezdődött, lezárások egyebek, hogy mi, a mi műfajunk
a szórakoztatóipara, azon belül a könnyű zene, ahogy tetszik, az, amit legelőször lenyakaznak, és az lesz az, amit a legelőször, vagy legutoljára fognak visszaengedni újra. Valahol érthető módon, hiszen a péknek dolgoznia kell, kenyeret enni kell, akkor is, hogyha a maszkba dolgozik. Na mindegy, a lényeg, hogy a Covid ilyen szempontból a rendszeresen koncertező és abból élő, és egyébként sok rendszeresen sok koncertet csináló zenekarokat, mint a Tankcsapda is, nyilvánvalóan többé-kevésbé megviselte, ez egyértelmű, nem kérdés. Az is igaz viszont, hogy onnantól kezdve, ahogy el lehetett kezdeni, ha csak limitált nézőszámot beengedve is, de el lehetett kezdeni újra koncertezni, igazából 2020 nyár második felében, augusztus elejétől, közepétől csak szabad téren és csak 500 embernek, de el lehetett kezdeni újra koncertezni. Jól lehet, ez anyagilag nem feltétlenül rentábel is, vagy nem úgy működik egy Tankcsapda esetében, mint egy más zenekar esetében, de mi azonnal túlnyira indultunk azokkal a feltételekkel is, pontosan azért, mert egész egyszerűen nem csak azért, mert koncertezni kell, mert egyébként jellemzően a zenélésből élünk persze, hanem azért is, mert egész egyszerűen, hogyha azt nem csináltad, amit egyébként egész életedben csináltál, le vagy ültet vagy egy székre, hogy üljél a sarokba, azt majd várjál, majd mindjárt szólunk, az ők szar. Ráadásul nem az volt benne a legrosszabb elsősorban. És most a mentális részéről beszélek, nem az anyagiról. Nem az volt a legrosszabb, hogy otthon voltál, mert ilyen volt már a zenekar történetében, hogy mi magunknak azt mondtuk, hogy most legyen 3-4 hónap koncertmentes időszak, hanem az, hogy nem tudtuk, hogy mikor lehet újraindulni. Tehát magyarul úgy ültünk otthon, hogy fogalmunk se volt arról, hogy ez meddig tart az állapot, egy hétig, egy hónapig, egy évig, 10 évig. Meddig kell itthon ülni és malmoznom, érted, mire gondolok? Ez volt a legeslegszarabb az egész. Azt gondolom, hogy aki végig dolgozza a Covidot is, vagy azt az időszakot, azt tudta a legerősebb startot venni, és azt gondolom, hogy mi mindig aktuálisak voltunk a Covid alatt is, mint kommunikációban, mint 500-as koncertben, meg mindenben, tehát mi mindent megcsináltunk, mindenhol mentünk, mindenhol mozgolódtunk, ugye... Zsizsegni kell, persze, hogy lássuk. És meg egyfolytában ott voltunk a start vonalon, izében, rajtra készen, és ahogy eldördült a pisztoly, mi már másnap mentünk. És azt gondolom, hogy minket megerősített a Covid mentálisan, sokkal jobban összerázta a csapatot, illetve nagyon-nagyon jól sikerült startot venni, tehát addig még a többi zenekar elaludt, vagy ébredezett, akkor mi már rég kész tervvel mentünk az évnek, és nekünk az idei év nagyon-nagyon erős volt minden szempontból, mind koncertszámban, mind nézőszámban, mind kiadványban, mind bevételben, mindenben. Természetesen most már jön az új kihívás, mert mindenki tudja, hogy ezt a ukrán-orosz balhé, infláció, meg ugye gáz, rezsi, tehát hogy ez megint térdre fog kényszeríteni sok mindenkit. Én azt gondolom, hogy a fesztivál meg a koncert szervezők közül is, illetve klubok közül is nagyon sok mindenki térdre fel fog hívni. Biztos, 100%. Itt most megint észnél kell lenni. Az igazság, hogy régebben ezekben a dolgokban bele tudtam halni, de egész egyszerűen én úgy vagyok vele, legalábbis mentálisan próbálok úgy csinálni, hogy amire nem vagyok hatással, azt elengedem. Egész egyszerűen nem tudok más tenni, csak ezek, tehát elfogadni, hogy ezek a történések vannak, mert hiába megyek ki egy táblával tüntetni, nem fog történni sem. Persze, mindenki problémát nem kell nyakadba venni. Persze, és az a lényeg, hogy nekem egyetlen egy dolgom van, ezeket a dolgokat túlélni a lehető legjobban. Ezt csinálom magánemberként is, illetve ezt csináljuk a zenekarral is. Mindig ilyen összeszedettes ilyen szóhívő jellegű gyönyörű körmondatokat használ a fejes Tomi, mert mondtak, hogy bazdmeg a fejes Tomi, az egy nehéz csávó, bazdmeg a bogorba, tudom, ez a kiadó. Tök normális. Hát még várja, még egy csomót megyünk, majd el fog küldeni majd. Jó, akkor nem, ez van rólam elterjedve. De nem baj, mert legalább még kérhetnek a fogyatékosok. Így van, pontosan, nagyon jól mondod. Nekem ez egy nagyon jó védőbástya. Nem kellenek már új barátok, de nem feltétlenül nincsenek új barátaim. Tehát nem kell nekem eljátszanom mindig ezt a mosolygós csávót. De ha már koncertről beszélünk, ilyenkor, mondjátok már, ilyenkor zenélgettem régen, és nyilván soha nem komolyan, de ilyenkor mi a menet, hogy azért végigmentek a set listen, vagy gargarizáltok Eviannal, vagy
Doremi faszolatidot nyomod a hotel szobába, vagy... Ezt én csak így bemutatom neki, do, vagy csak egy is felmentek az ingatot, kettés, hogy van, do, ré, mi, a fát, azt tudod? A fát, megvan, meg ez meg a fák. De várjál, hogy van, do, anyám megöl, hogyha nem tudod. Van ilyen is. Ré, mi, fá, fá, szó. Nagyon régen jártam az zenéskolának, hogy fűs mutatom. Mindegy. Szóval ilyenkor készültök rá valahogy, hogy mi a menet, hogy akkor jön a stylist felöltöztet, az is jön, kis jön a stylist, jön, bongyorít. Ezt úgy hívják, hogy Porsche kőbányai. Igen, jön a stylist, csak nem hozzánk. Azt hiszem. Nem egyébként a viccet félretéve, minden hámonnak megvan a koncert előtti, mondjuk úgy rutinja, érted, amit a koncertet megelőzően csinál. Ebben benne van a kajálás, a pihenés, a zuhanyzás, a gumipadon való melegítés, dominálő, a gumipadon ilyen... A csokoládét melegíteni. Igen. Vagy egyáltalán bármi ilyesmi. De semmi olyan különlegességet nem csinálunk, amit az emberek esetleg feltételeznek, hogy nem tudom milyen szeánszokat végzünk még egy koncert előtt. Nem, egyszerűen csak mondom, ráadásul minden hámunknak más-más értelemszerűen, hiszen különböző emberek vagyunk, a bioritmusa. Máskor szoktam kávézni, mint Tomi vagy Sidi, máskor is kakálok, a lényeg. És ugye, akkor más miért is képzeld el. Nem mondod, de szoktad fotózni, elküldöd neki? Persze. A lényeg, hogy... Ezt nézd, miről vásztam. Amikor nyilvánvalóan minden koncert előtt tudjuk azt, hogy mikor kezdünk az adott estén, mondjuk a mai estén például ez konkrétan 20-15-kor van a koncert kezdés, akkor ahhoz képest tudjuk, hogy visszafelé a számolunk időben, akkor mikor mit kell csinálnunk. Előtte tudsz horpasztani mondjuk egyet, vagy... Igen, azért mondom, ebben benne van a horpasztás, a kajálás, de tényleg a kávézás, a kakálás, mindenféle olyan dolog, melegítés, bármi, ami azt a cél szolgálja, hogy amikor a koncert kezdő időpontja elérkezik, addigra teljesen kész legyél, teljesen fel legyél készül az aznapi koncertre, és mondom, miután ráadásul ugye minden hárman egy kicsit más-más bioritmusban nyomjuk a dolgainkat, ezért nem is feltétlenül együtt csináljuk mindezt, vagy egyszerre, vagy egy időben. Én azt is hallottam, hogy a Lukács Laci az 80-as millilitrálja a koncert előtt, hogy a hangszálai azok. Hogy mit csinálok én? 80-as smidliter raksz koncert. Persze. Azt mondja, mit csinálok? Mennyi az alapja? De hogy ezt így minek köszönheted? Ilyen vagy a dohányzás jótékony hatása, ami érzik lehet. Mert nagyon karakteres. Ez így lett, ha igen, erről elsősorban a szüleim tehetnek, akik engem csináltak. Ha, akkor itt álljak meg? Szerintem igen, aha. De a viccet félretéve egyébként nem... Nem elegítesz valahogy? Nem attól, tehát ez a hang nem azért van, mert én sokat ittam volna életemben, vagy sokat dohányoztam volna életemben. Egyébként igen, de nem attól ilyen hangom. Már előtte is ilyen volt. Azért mondom, nem attól ilyen hangom. Mielőtt mutáltam, ugye a tínédzser korukban a srácoknak ugye van egy ilyen hangátalakulás, mielőtt mutáltam volna, valamennyivel vékonyabb volt a hangom, nem mondom, hogy nem, de jellemzően az a fajta tónus, az benne volt már akkor is. Aha. Hát ez elmondható a zenekarra is, hogy nem azért lett tankcsapda, ami most van, hanem ez már akkor is tankcsapda volt, ami most lett, szóval ezt sokan elfelejtik. Ez így van, ezt gondolom én is. Fejlődés motorja. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Műsorunk támogatója a Premium Flotta kezelő Eurofleet Zrt. Mi mozgásban tartjuk flottáját mindig, mindenkor.
A műsor támogatója a Makita. Makita XGT. Új rendszer kiemelkedő teljesítményű feladatokhoz. No, szóval igazából mindegy, mi játszotok, csak szóljon jó. Azt, igen, tehát azt kérdezted, hogy azt mondtad, vagy kérdésként tetted föl, hogy ez még mindig az a garázs zenekar, mint ami indult annak idején. És én erre azt mondtam, hogy a szónak abban az értelemben, mert nyilván ez nem egy garázs zenekar, mint ami akkor volt. Nyilván sokkal jobb felszereléseink vannak, sokkal tudatosabban dolgozunk, stb. Hát ilyen szempontból a garázs zenekar jelző nyilván már nem lenne igaz. De hogyha mégis valami párhuzamot akarok vonni, akkor a idők meg a mostani között, akkor bőven van. Mert hogy akkor is, meg most is ilyen saját magunk csinálta zenekar voltunk, mindig is, meg azok vagyunk a mai napig is. Az a fajta régi, klasszikus 70-es évek végén, 80-as évek elején Angliába gyökerező ilyen punk zenekari, meg punk hozzáállás, meg szellemiség, felfogás, ez a do it yourself, hogy csináld magadnak, és ugye megcsinálod, akkor a siker is a tiéd, meg persze a kudarc is, hogy a szarul csinálod. Igen, viszont megvan az elő, hogy nem tartozol senkinek semmivel. És nem beszél arról, hogy amennyire lehet független tudsz maradni. Ez a fajta gondolkozásmód a mai napig, nem csak gondolkozásmód, hanem a csináld magadság is megvan a mai napig a zenekarban. Tehát ilyen szempontból valóban olyan, mint egy korabeli garázs zenekar, jól lehet a körülmények, persze most már sokkal jobbak. 14 lemezt csináltatok eddig? Nagy lemezt? Jó számoltam? 14-et? Meg a koncertlemezek? Ja, meg a... 14-5 album, mármint amit teljes önálló album, meg nyilván koncertlemezek, válogatások, kislemezek, mit tudom én, de igen. Melyik volt az, amire úgy emlékszel, hogy ez volt a legnehezebb szülés? A legnehezebb szülés? Amit úgy nagyon sokáig hegesztettetek, és az Istennek nem akart összeállni. 99-ben jelent meg egy lemezünk, az a cím, hogy Ha zajt akartok. Ha zajt akart, hát ezt úgy mondod, mintha nem hallgattam a zenéteket. Oké, okay, de nem mindenki ismeri a zenekarnak ennyire a... Az nem nézi ezt a műsort. Ez menjen a Dankó rádiót hallgat. Okay. Egy szó, mint száz. A zajt akartok lemez volt szerintem az, ami a legnehezebb szülés volt, ahogy te fogalmaztál. Az nagyon-nagyon nehezen akart összeállni. Technikai szempontból is volt egy csomó buktatója. Elég, ha csak annyit mondok, hogy az összes dobot meg basszusgitárt kétszer kellett felvenni kompletten, mert az első felvétel úgy, hogy volt, két heti munka ment, vagy tíz napi munka ment a kukába. Technikai okok miatt teljesen mindegy. Magyarul kétszer kezdtem neki a lemez felvételni. Petikém, tudod, nem rögzült a hang. Azt ismered te is. Nem, rögzült az annak idején, csak volt valami, ami miatt, igen. Nem 98-as az? Az 99. februári, mármint a megjelenése. Amikor a 16 csatornás dátra kellett még feljátszani mindent. Hát mindegy, nem is az, hogy milyen technológiák volt, mint szalagra csináltuk egyébként, igen. Sokkal inkább az, hogy az egy nagyon nehéz időszak, az zenekarnak is egy nehéz időszaka volt. Emberileg is, fizikálisan is, fejben is. Divatos szóval éve, mentálisan is. Ó, az most nagyon. Nagyon, igen. Ez kell ezeket. A mentális, a musz, meg igen. A plázs, ezeket a szavakat használd. Azt mindenképp mondom neked majd mindjárt. Szóval az a lényeg, hogy akkor a zenekar eléggé nehéz időszakban volt, és ez a lemez készítésre is rányomta a bélyegét. De a lemez jó lett. Az más kérdés, hogy most arról lemezről van, aki szeret dalokat, van, aki nem, van, aki melyiket nem, ez más kérdés. De hogyha úgy kérdezed, hogy nekem, mint aki csinálta a lemezt annak idején, vagy a lemezeket, melyik volt a legnehezebb szülés, akkor vastagon az volt a legnehezebb. Nem gondolkoztál sokáig rá, valószínűleg tényleg igazat mondasz. Egyébként az, hogy nem gondolkoztam rá sokáig, az azt is jelenti, hogy általában a lemezek készítése nem volt olyan nagyon-nagyon nehéz szülés. Voltak olyan lemezeink, már a Tomival való közös munka korszakában is mondjuk az Élni vagy Égni, ami nagyon hosszas, nagyon aprólékos, túlságosan is hosszas és túlságosan is aprólékos munkával készült, vagy az Magyarország, de nehéz szülésnek, olyannak, amire úgy emlékszem vissza, hogy alig bírtunk magunkba kiszuszakolni, az az ajtakartok volt egyértelműen. Van bennetek saját magatok felé egy ilyen elvárás, hogy mit nyitom, két évente kijöjjünk egy lemezzel, vagy nincs ilyen nyomás alá, nem helyezitek magatokat? Á, nem. Nem. Ez jó. Figyelj, vannak ilyen stratégiai dalok, meg amikor van... Nyilván a kiadó az azért... Nincs kiadó. Hát de mi vagyunk kiadó? Hát erről beszéltünk az előtt, hogy mi vagyunk, mit csinálunk magunknak. Az összes jog nálunk van, mindent visszavásároltunk. A shopot is tűzemeltetünk, minden. A merchet, minden. Minden. Ez szerintem Magyarország kis foci, kis piac, ez így lehet csak. Vagy egyébként vannak olyan zenekaroknak, akiknek nincsenek ilyen menedzseri vagy üzleti vénáik, akkor amellé érdemes akár egy kiadó is. Jó, de ezt nektek is az évek alatt kellett felszedni, szóval ez senki nem mászik le okosan a fáról. Ez nem így. Saját kárán talunk mindenki. Persze. De azért látunk a saját éránkból kortárs zenekarokat, hogy már nem tanultak belőle. Mi?
Így, Peti, a sörömet elhoztad? De az nem úgy van. Add már ide. Figyelj, az nem úgy van. Rendes ember délelőtt nem iszik. De szombat van. De még van 7 perc délig, várjál már meg. Látod? Hoztam. Te így ezeket betáltad, ezeket a vállási szokásokat? Csak most ez egy jó duma volt, hogy a videó kerüljön. De hol vagyunk már, mi rendes emberek, sose leszünk, ahogy azóta is mondjam ezek. Fú, ezzel lehet megélni egyáltalán ezt a rock'n'roll életet ide haza, vagy már annyira, már nektek is nagyon vigyázni kell, hogy mikor mit mondasz, mit csinálsz. Nyilván, ahogy jött a társág, úgymond. Hát azért nem száguldozhatok 160-nal az autópályán, ahogy akartok. Igen, az okostelefon meg a YouTube azért finoman fogalmazva kibaszott velünk. A social media, mi? Hát igen, tehát hogy azért... Az ember már nem szállhat nyugodtan a toj-toj mögött sem. Elég csúnya dolgokat csináltunk, de egyébként meg hozzáteszem, ebbe is hálásak lehetünk, mert nekünk még megvolt, tudod? A mi utánunk lévő generáció, vagy a... Ez nem ugyanaz, amit apáink mondtak nekünk? Hát itt már nem tudtok erről semmit. Hát most milyen volt régebben, elmentünk turnézni, beültünk a buszba, azt innentől kezdve, ami itt történt, a buszba, senki nem tudott róla, tényleg senki. De soha nem történt semmi olyasmi, higgyétek el. Nem. Jó, ez igaz. Így van. Persze. Nem, egyébként Tomi az előbb azt mondta, hogy az internet, a YouTube, meg a social felületek kibasztak velünk. Ilyen szempontból, bocsánat. Ebből a szempontból. Velünk már nem basztak ki nagyon. Nekünk azért megadatott, hál' Istennek, hogy mi még vastagon benne voltunk azokban az évtizedekben, amikor még nem volt mindenkinek a zsebében egy videókamera, érted? Így aztán, ahogy Tomi is mondta, egy csomó olyan dolgot meg tudtunk élni, annak a veszélye nélkül, amit a mai srácok már nem tudnak megélni, pontosan meg tudnak, de most volt nem régen, hogy faszom tudja, Azaria, vagy milyen nevű előadó. Az. Valakit megcsúmoztatott hátul a bokorba. Azt ebből... csak dugás volt. Milyen? Mi volt? Csak dugás csak volt. Bele, na. A lényeg, hogy most ne legyünk álszentek, hogyha lett volna annak idején is videókamera, meg mindenkinek a zsebében a telefon tekintve ennek, akkor azért biztosan készülhettek volna rólunk olyan felvételek, amire már akkor sem lettünk volna büszkék, nem hogy most. De nekünk szerencsénk volt ebből a szempontból, vagy jó időben voltunk, nekünk vastagon megadatott az, hogy ennek a veszélye, vagy ennek az ettől való félelem nélkül tudtuk élni azt a fajta rock and roll életet. Azért azt is hozzáteszem, az éremnek két oldala van, hogy az akkor sem volt annyira szélsőséges, mint az emberek elképzelnek. Az más kérdés, hogy nyilván egy átlagember életéhez képest. Ha ezt lejátszanád, akkor minimum tárkomol önének az árokpárton. Figyelj, Peti, nézd meg itt ezt a heget. Nekem erről mindig a tankcsapda jut eszembe, mert én ott voltam, Tokajhegyei Rockfesztiválon játszottak, Rakamaz sziget. Én annál Tiszai vasúti hídról beugrottam, mert beesett a tápfák közé a papucsom a vízbe, átestem a fűzfán, szétvágták kezem, mert jöttünk fel a pincesorról, de mert siettünk a tankcsapda koncertre. És az még az az időszak volt, amikor a Borovicskát Becherovkával kísértük, az volt a fake. És az összetekert sátor volt a fejünk alatt, mert annyira részegek voltunk, nem tudtuk összerakni. 90-es évek második fele talán. Akkor találkoztam először a zenéjükket, figyelj, azok nagyon kemény időszakok voltak, az egy jó buli volt, az a Tokajhegyei Rockfesztivál, azt nagyon szerettük. Az van még egyáltalán? Az most nincs. Már nincs. De a 2000-es évekig tartott, ez 2000 év elejéig még talán ez onnantól kezdve már veszélyes volt. Mi jó időben voltunk a toj-toj mögött. Azaria beszokta. Igen, ez ilyen dolog egyébként, tényleg azt tudták mondani, nem csak ebből a szempontból, hanem úgy általában is, hogy jó időben, jó helyen. Na hát mi sokszor voltunk jó helyen, jó időben. De rossz helyen is. Hát jó, hát rossz helyen is néha. Semmi. Kapcsolat kipeti, dél van, most már sziszenthetünk egyet. Így van. Most már délután van. Örülök, hogy megismertelek. Egészségedet, Tomi. Egészségedet. Szia. Szevasz, szia. Kocintunk, vagy ez most miért faszom? Sör. Nem sörrel kocintunk, hanem sörös dobozzal. Azzal. Jó, ez nagyon kocsma volt, bazd meg. Hát nem? De. Na hát Győr felé haladunk. Érdig jutottunk, ez alatt a 8-9 óra alatt, 4 sörrel később felvesszük a sidit, mert ő itt rezidál, ugye?
itt van. Most igen, a Sidlovics Residence az most, mindegy, most itt van. Igen, az új szerelménél, Bíró Zsoltinál, az új kapcsolatánál most ide. Fú, de örülni fog ide, ide szokott jönni pihenni. Úgyhogy Peti az első ülésről át is ül a hátra. Mikor kell Győrben lenni? Időben vagyunk. Nagyon jó. Figyelj. Nem tudjuk helyben. 4-9-től van a koncert. És itt jönni a snit három sörre, Larry, mindenki bebasztva. Időben vagyunk, időben vagyunk. A buli meg lesz tartva. Ilyen szempontból, ha nem is nagyon szoros, meg szigorú, de van egy laza és jól összerakott napi rendünk, és időben vagyunk, úgyhogy minden oké. Vasárnap este buli lesz, ha eső nem lesz. Yes. van egy debreceni zenekar, egy ilyen sose futott be zenekar, és annak van egy ilyen dumája, hogy péntek este van, mindenki szórakozni minden van. Minden fiatal szórakozni van. Mert ugyanis a vanra a az egyik legjobb rím, az a van. Nagyon kevés. Nem menj tovább, Tomi, jó ez itt. Hát de miért bemegyünk? Nem? Minek? Hát most bekinlódjunk, majd lepalkozott akkor. Ennyi. Na hát megyünk tovább. Lehet, hogy te bekinlódnál, de én csak simán felé. A fiúk lepihennek, kajálunk, meg minden este meg kegyetlen módon szétrúgjuk a boldogat. Egyébként meg, hogyha valamire nem jön ki a rím, akkor mindig az új bizám nem vitás sorral kell operálni. Na, ott mindenre jó, majd próbáld ki. Mondjál, mondasz egy sort, új bizám, nem vitás. Még figyelj, akármit mondhat. Na, hát akkor na, most megjöttünk Győrbe Sidihez, új bizám. Győrbe, Éldre. Vagy Éldre, de jól lesz a buli Győrben, nem vitás. Tessék. Ennyi. Hogy lehet ilyen szöveget írni? Így. Elálltam, hogy milliókat fognak keresni kezdőről zenekarok ezekre a tanácsokkal, de akkor már a procentokat akkor a Tamásnak lehet már. Bizony. Szereti a... Nem szereti. Pénzt! Ő azt szeret engem. Van különbség. Teljes lett a zenekar, mert megérkezett Sidi, aki motoros csizmába, motoros ruhába, dobozokkal az előbb érkezett, mert hát, hogy mész tovább motorozni? Igen, megyek egy kis túrára holnap reggeltől. Hát igazából a radar fogja megmutatni, hogy merre. Igen, de mindenképpen délre. Tehát, hogy valamerre Szlovénia, Horvátország, Bosznia, tehát így ilyesmi. De erre már többször jártál? Montenegro? Igen. Montenegróban nem, ott nem voltam. Csak ahhoz meg kevés lesz, mert most 3 nap lesz, úgyhogy ahhoz meg de azért... De ilyenkor azért próbálsz pihenni is, vagy folyamatosan úton hát lenni, élet megérkezni, halál? 5-6 felé megérkezünk, és akkor másnap megint 9-kor elindulunk, 5-6 felé megérkezünk. Hány éve motorozol? 6 vagy 7. De ebbe így megtaláltad magad? A motorozásban? Nagyon szeretem. 15 meg 7. 7? Te pontosan tudod, hogy ő mióta motorozik? Írod az önéletre? Vagy onnantól van különbiztosítás rajta? Lacihoz kell leadni mindig a papírokat, tudod? Én vagyok Sidi krónikása. Igen. Nem, csak onnan tudom, hogy amikor az Alföldi gyerek klipet forgattuk, abban vannak motoros jelenetek, ahol Sidinek tudom, hogy együtt motoroznak, mármint egy-egy motoron. Tomi, te is motorozol? Hát ő régebb óta. Nem mondom. Hát ő sokkal régebb óta. Hát ő 20-30 éve vagy mióta. De és abban vannak motoros jelenetek, ahol Sidi új motorozik, hogy már a vizsgáját letette aktuálisan, de még a papír nem volt a kezében. Így van, tehát tényleg. Magyarul egy kicsit ilyen... Nem a jogsi viszi a motort jelleggel. Így van, azért, és ez 15 tavaszán volt ez a forgatás, tehát azért mondom, hogy... Azért te ennyire emlékszel ezekre a dátumokra, meg nevekre? Annyira nem bonyolult, ott van a YouTube-on, hogy... Persze a nézőknek mondjuk, hogy az lehet, hogy fikció, lehet, hogy nem. Nem így történt, elévült, mindegy. Na most ne játsszuk már, hogy most kezdünk el beszélgetni, mert eddig arról beszélgettünk, hogy ki hol szeretne zenélni, meg ki mögött. És ugye a 3-ból 2 az Black Sabbathra szavazott, és akkor Laci is mondta, hogy akkor ő sem maradna már ki, hogyha ott Tomi álljon mi mögött azért. Hát nem, mert te mondtad, hogy kivel kéne zenélni, vagy kivel lenne jó. Tomi meg Sidi mondták, hogy hát azért Ozit nagyon szívesen kísérnék. Erre mondtam, hogy hát, hogy elmennek Ozival ők egy túlnira, akkor már én sem maradok itt, hogy gyerekozom, persze. De mely pont a Black Sabbath? Nem Black Sabbath, én Ozi. Vagy Ozi, oké, bocsánat. Mely pont Ozi? Hát Ozi egy olyan jelenség, egy olyan... Nehéz őt szavakba önteni. A hangját vagy utálja valaki, vagy szereti, mi szeretjük. Az egész ember egy olyan szerethető, egy roncs szegény,
Na jó, nem, de azért érte. De azért tett érte, szóval... Tett érte, persze. Abban van meló. Mit van az aláírása? Ja, nekem nem meg... mondod. Nekem meg a portréja, csak az nem látszik most. Szóval tényleg szeretjük. És egy olyan jelenség az ember, egy, annyira imádom, hogy ahogy kijön a színpadra, fülig érő száj, vigyorog, énekel, ugrál, alig tud menni, de ugrál. Nyilván azt mondanom se kell, hogy a dalok, tehát ez az egész nyilván nem állna meg, ha nem olyanok lennének a dalok, amilyenek, tehát piszok jók a dalok mögötte. Tehát ő tényleg egy olyan jelenség, ami mellett nem lehet elmenni. Gitárosként neked ki a... Nyilván ezt már ezerszer megkérdezték, hát, be, ez meg nyilván unod. Hát nem, senki. De ki az, akitől a legtöbbet lestél el, vagy tanultál, vagy akire próbálsz, az Zach Wilde-on kívül, az nem ér. Szerintem Slash. Slash. Hát, sokan mondják. Tehát Slash az olyan... Olvastad a könyvét, akkor gondolom. Persze. Gördes Kass BMX-es látsz. Hogyne, persze. Tehát ő igazából, ő is egy olyan ösztöngitáros egyébként, hogy... De játszol te is blues-t? Hát, ha kell, akkor játszok blues-t. Jó pénzért. Kezdődik, Torikám. De igen, tehát Slash az, akitől egyébként szerintem az én egész generációm, aki gitárral foglalkozik, az vagy elment a Stevie vonalba, vagy a Slash vonalba. Tehát ez a tekerős sportgitározás. És akkor te is kiállsz otthon, és akkor játszod a Paradise City szólóját, és felteszed a lábad a zére. Hát most már nem, de sok éve mellett rá. Hogy az meglegyen ez a színpadi jelenlét? Igen, sok éve elment rá. Meg hogy miért van leengedve a gitártól alacsonyra, és akkor szólóknál föl kell emelni. De Duff McKagan is úgy játszott, hogy a tökénél volt egy basszus gitár, és az úgy nézett ki jól. Így van. Szóval nekünk meg nekem az kattant be nagyon ez a Guns vonal. Egyébként magyarok közül volt egy nagyon nagy etalon a Privil Gyuri. Nem tudom, ő megvan-e neked, szegény már nem él. De az ő játéka volt még olyan, amit akármilyen formációban volt, azért mentem el, hogy Privil Gyurit nézzem és hallgassam, igen. Meg Tibusz, tehát ő is, hogy megfogja a hangszert azért. Hát jó, ott... hát vannak mindenek fölött álló a dolgok. Persze. Úgyhogy nagyjából ezek. Mi az, amit úgy gondolsz, hogy te, most bazeg, ez annyira interjú szár lesz, hogy úristen, miért meg kivágjuk, hogy amit te belehoztál, most ne hallgassanak ide őket, te. Hát de hogy ne hallgassunk bele, bazeg, itt ülünk egy kis buzban. Jó, értem, csak most ne tulajdonis neki nagyobb, értem. Így a buli előtt nagyobb súlyt, majd utána összevesztek, hogy mi az, amit te hoztál szerinted? Aztán megkérdezem a Lacit, hogy ez valójában így volt-e? Hát... Hogy nagyon nehéz. Te direkt be a Zanzibarból jöttél? Igen. Te meg onnan ismerlek. Igen. 1879-ből még... 76. 1876. Még gőzgéppel mentünk a koncertre. Igen. Gőzgép. Fűtöttük a lokomotívot. Jó, ez így elmélyesőr, ez majd jön. Ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, amit feltettél. Miért akartál te így Egyrészről azért is, mert ugye az ember bentről ezt nehezebben tudja megállapítani, mint hogyha mondjuk kintről ránézel. Ezt szerintem a többiek jobban meg tudnák mondani, hogy én mit hoztam esetleg. De pont azért kérdezem téged, hogy te hogy érzed? Mert hiszen indokolt valamiképpen az, hogy itt vagy. Hát szerintem, nem tudom, zeneileg... talán hoztam egy-két ilyen... Annyira kínos, hogy nézzem is magát, mi? De most tényleg, most szemlézem, nem tudom, ezt nem tudom. Ezt a brit nem kérdezi meg tőled, bazdmeg. Igen, erre nagyon nehéz válaszolni. Ahogy mondod, annyira kínosan nézi most magát. Micsoda? Mit van? Annyira kínosan nézi most magát. Ennek figyelj, ez az, hogy... Ez az őszintő. Tehát vannak olyan dolog, most ne azokról a dalokról beszéljünk, amiket már közösen csináltunk, van jó pár, hanem mondjuk a presidi korszakból. Tehát vannak olyan dalok, amikben olyan a dallamvezetés, olyan a gitárszóló, hogy én is, mint tankcsapda rajongó, azt mondom, hogy bűn lenne hozzányúlni. És mondjuk ott igyekeztem, amennyire mondjuk tudtam cseresznye szólamait megtanulni. Van olyan, amire úgy éreztem, hogy hát az csak úgy oda lett locsolva, úgy különösebben nem érintett meg. Oda meg mondjuk idővel kitaláltam én dolgokat, amik azóta úgy is maradtak, tehát most már úgy vannak a fülünkben. De Tomi hozzáteszem, ugyanezt csinálta a dobbal. Igen. És ezért is akármilyen közhelyes, azt tudom mondani, hogy magunkat hoztuk. Tehát
Te is ilyen rosszul viseled ezt a sok fikát, trollkodást, az internetes fogyatékosokat, mint a fiúk vagy? Egy időben nagyon rosszul viseltem, most már abszolút nem. Tehát sem. Lényegében nem veszek róluk tudomást, de nem ilyen papapapapa, nem így, hanem egyszerűen nem ér el hozzám. Semmilyen szinten. Hát, mit tett hozzá a Sidi az önök a ragzásához? Néhány évvel ezelőtt már megjelent egy olyan könyv rólunk. Hát négy könyv is van rólatom. Igen, de a legutóbbi, ami megjelent, az egy pszichológus csaj, külön-külön beszélgetett velünk egy csomó órán keresztül, sok alkalommal úgy értem, amiből lettek ilyen könyvek. Ott már ilyen kérdésekre válaszoltunk, most itt beszéljünk inkább a párról meg az izére. Jó, tényleg. Ott a kérdésre válaszolva, a zenei szemszögből fogta meg elsősorban. Úgy, jó, amit most akarsz mondani, én meg ezt nem zenei szemszögből nézném. Figyelj, igazából a tankcsapdával, legyünk őszinték, soha nem voltak olyan gitárriffek, vagy olyan gitárdallamok, amit egy közepes, tehetségesebb gitáros, hogyha eleget gyakorol, nem tudna eljátszani. Köszi, de ugyanez igaz. Téged fizetnek, de, nem gáz. De ugyanez igaz a bőgőzésre, a dobolásra. Nem igaz! Ez nem igaz. Ezt a CD-gét, az jó lesz. Valóan a kipott Vályi Pisti miatt fel fogunk bomlani, bazd meg. Magyarul... Fogja a drámmal. Itt ebben a zenekarban... Azért, mert nem tudtok egymás között beszélgetni. Élek itt egy faszom csarnos, egy mediátor, bazd meg. Egy ilyen köztünk álló. Szóval a lényeg, hogy sokkal fontosabb volt a zenekarban mindig is az, hogy hogyan tud a zenekar emberi értelemben működni, semmint az, hogy most egyébként ki milyen virtuóz a hangszerén. Hogyha a virtuózitás vagy a hangszertudás lenne az elsődleges a zenekarban, akkor magamat kéne először kirúgni a zenekarból, érted? Tehát most tényleg. Úgyhogy igazából azért mondtam, hogy Sidi a dolgot ilyen szempontból, zenei szemszögből fogta meg elsősorban. Én meg sokkal inkább gondolom azt, hogy Sidi érkezésével lettünk újra stabilizálva, az azt megelőző időszak elég instabil emberi, meg érzelmi instabilitását illetően. Ennél azért nem akarok többet mondani, mert már csomó helyen beszéltünk, de a lényege végül is, az én szemszögemből nézve legalábbis, egészen biztosan ez volt. Fel kellett tennem ezt a fogalmatlan újságíró kérdést. Igen, erre mondják azt a kopasz kutyába, hogy az új gitáros olyan, mint a régi gitáros. Pont ugyanolyan. Akkor a Misi és a Fapapucsot játszottam. Lukács, ne szaladja ki gitározni, csak valaki gitározzon. Nem, de ebben arra igazad van, és ez a jó abban, amit csináltok, és most ezt nyilván nem a szaros négy Carlsberg után mondom, mert hát lábvíz tulajdonképpen, hanem hogy alapvetően emberileg tudtok működni együtt. És onnantól kezdve bármilyen szar, akkor is jó. De ezt most ne érts félre. Erre mondta Tomi azt, hogy ha szarok vagyunk a koncerten, akkor is jók vagyunk. Mi cégünk is így működik, hogy igazából egyikünk se kiemelkedően tehetséges, vagy izé, vagy jó, persze te, de a téged mindjárt kirúgunk. Szóval kiemelkedően tehetséges, vagy faszom, ugye egyszerűen együtt vagyunk jók az meg. És így szeretnek az emberek. De veletek meg ugyanez van. Úgyhogy most már ne nagyon variáljátok. Jó vagytok így hárman, maradjon így. Ez a zenekar soha nem a korábbi felállásokban sem a zenei kvalitásról szólt. Mindig a hangulatról, arról, hogy hogyan lehet... Ez a flash, meg a feeling, az jön, amikor jó van. Hát meg az, hogy az ember mennyire tud, ugye, meg tud, tehát csapatjátékként gondolni a zenekarra. Hogyha egy csoportban vesztek, ha valaki visszafelé élvez a másik, kettő megérzi. Igen. Nálok ugyanez van. Nyilvánvalóan az egy fontos dolog értelemszerűen, hogy ennyi év után, vagy ennyi évtized után értelemszerűen a közönség is, meg mi magunkkal szemben is elvárjuk azt azért, hogy minimum a saját számainkat lehetőleg jól eljátszunk koncerteken, érted? Tehát természetesen, most ezzel csak azt akartam mondani, hogy az, hogy valaki tud-e zenélni, vagy nem, az nyilván szintén fontos szempont, de soha nem a legfontosabb szempont volt, érted? Ebben a zenekarban legalábbis. Azt mondták a fiúk, hogy csinálják egy normális átkötést, mert ugye az előbb még a buszba voltunk, most meg a mai vagyunk a backstage-be, csak közben eltelt 2,5 óra, mi alatt a stáb tulajdonképpen a földi giriszták szintjére itta le magát.
Igen. Na, hát velük kell műsort csinálnom szombat délután itt Győrben. Tényleg, Peti, te úgy fogod ezt a kamerát, hogy ezt nem hiszem el. Én vagyok a legstabilabb. Te, az. Elvettem már tőletek a kocsi kulcsot, mert majd én vezetek haza, kezdjük ott. Itt vagyunk a backstage-ben, ugye a zenekari próba, a hangbeállás már megvolt, csak nem voltatok itt, be van kapcsolva, köszönöm Péter. Csak nem voltatok itt, mert éppen italoztatok ott, ahol mi ebédeltünk, vagy vacsoráztunk. Amúgy, mint ezt hallottátok, vagy nem tudom, megvolt-e az felvétel, ugye a Sidi azéhoz négy gitárt, mert ugye két hangolásban játszik, és hogyha valamivel van baj, akkor tudja mindjárt lecserélni a gitárt, ezért kell neki négy gitár. Beálltak, nagyjából 20 perc alatt ledaráltak, kőprofi módon. És amúgy az előbb, ahogy láthattátok, mert fölvettem a telefonommal, amíg a stáb nem volt itt, hogy igazából ez nem az a sminkes beöltöző sztori, itt beszélik meg együtt a stábban, hogy ki viszi a kávéfőzőt Glasgow-ba, meg Londonba, meg ki hova teszi a kávékapszulát, meg stb. Szóval azért ez egy nagyon megmaradt annak a bulinak, aminek volt. Kiskezi csókolom. És ha gyülekeznek már a rajongók, nem lesz egy nagy buli, 5-800 ember lesz itt. Én igazából titeket féltelek, mert annyira vállalhatatlanok vagytok, hogy de tényleg. Na. Szóval já, meg volt a beállás, 20 percet leállták, aztán most várjuk a bulit, pont azt beszélték meg, hogy mi lesz Glasgow-ban meg Londonban, ahol amúgy tudod, lehet fikázni meg minden, csak van a tankcsapda, akik letettek valamit az asztalra, pont leszorom, hogy te mit gondolsz az ő milyen politikai hovatartozásokról, meg kötődésükről, láthattad magad is, hogy ők is leszállják igazából. De nincsen nagy szett, nincsen nagy cucc, itt már nem kell, jól látjátok, hogy az egész nézőtér az ennyi, mint itt van. De már készen volt, nyilván ezt leforgattad, beálltak a srácok, összerakták, annyira profin, ugye játszottak már itt, úgyhogy tulajdonképpen ugyanazt a setupot tudják használni, mint régebben. Elég jól szól, mit te mondjak, meg hát nem csak dejted. De az, aki szombaton rájuk ugrált még, aztán vasárnap meg köpködi őket, az nem rajongó. A Michael Jackson zenét ugyanúgy hallgatom még most is, mint régen, attól függetlenül mit csinált, nem érdekel. Engem a zenéjük érdekel, láthatod ti is, hogy milyen emberek, szerintem tökre rendben vannak. Tankcsapda már azelőtt volt, hogy 2022 lett volna, szóval ja. Jó ez. Rock'n'roll van, nyugodtság van, zene van. Kérdez meg, hangszeren játszanak három ember. Ugyanaz a rövidgatyás az év. Sáppás csávó, mint volt. Nézd meg. Ennyi. Úgyhogy kezdődik mindjárt a buli. Nagyjából fél hétkor, azaz 25 perc múlva kezdik el beengedni az embereket. 4-9-től koncert. Aztán majd valahogy összevakarod a titeket, ott hazaviszlek. Köszönöm szépen! Most tulajdonképpen itt állsz fölöttem, és megnyomtad a gombot? Nincs, felégettem ide. És az orvostudomány, vagy a tudomány? 20 perc. Sidi itt van, amúgy nem szokott itt lenni, azt mondta, hogy nem úgy aludni szokott ilyenkor, de most telefont nyomkod. Igaz? Azt mondtad, hogy te ilyenkor szundízni szoktál. Aha. De tényleg horpasztasz is, vagy csak pihenteted a szemed? Horpasztok, kőkeményen. Kőkeményen? Azért az előbb mondtam, és ebben túlzás nincsen, hogy években mérhető az utolsó koncert, amikor nem aludtam így buli előtt. Nagyon régen volt ilyen. Csak az a mai nap úgy jött ki most, hogy mit tudom én, forgatás, meg kaja. Most én ugye holnap indulok motortúrára, akkor jött Miki, átbeszéltük, meg zenekari megbeszélés. De most úgy jött ki, hogy már utána néztem, hogy másfél órára most nem megyek el ledülni. Nézzél már körbe, Peti, ez nem az, ahol a 18 éves tájlányok fújatnak, meg izé, meg Dom Perignon már szétöltözve. Itt a 45 éves férfi. Ennyi, hogy itt azért, ez nem az, ahogy a sokan elképzelik, hogy játékautomata, Jim Beam fal, stb. Ez van, Lay's chips van, meg sörbe. Igen, ez a valóság. Ez a valóság. Ennyi, meg ugye hidratálás. Igen, igen. Szóval egyébként ilyen szempontból tényleg nem így szokott kinézni, hogy kell a kötelező alvás, de
Na most szerintem nem lesz gond. Most valami... Mennyi? 1 óra 45 perc? Aha. Igen, igen. Meg hát friss idő lesz, tehát most nem az a... Szóval még esik az eső, igen. Aha. De hogy kimelegedtek, nem? Persze. Még pár héttel ezelőtt még azon küzdködtünk, hogy kánikula volt, meg szúnyogok, meg minden, és tényleg, mintha tegnap lett volna. Tehát igazából nem kell ezen elkeseredni. Hány éve zenész? Én... most vagyok 46... Hát fia, tankcsapdában 10 éve, a Zanzibárt 12 évig csináltam. De előtte is. Meg előtte is voltak ugye Artéria zenekar, tehát hát nem tudom, egy olyan 30 éve mondjuk aktívan, de lehet, hogy több kicsit. Tud még újat mutatni ez az egész? Ó, mindig. Mindig? Persze, mindig. Érdekes, sokan megkérdezik, hogy nem unalmasan játszani ugyanazt a dalt, hogy tudom én, 500-adjára, és nem, tehát, hogy akkor lenne unalmas, ha playbackről menne mondjuk, és akkor mindig. De így, hogy mindig mi hozzuk létre, a közönség mindig más, a helyszín mindig más, mindig más interakciók érnek minket, így nem tud. De amúgy mennyire sablonos, hogy mindig takra ugyanazt, vagy egy picit lehet bele tenni itt, egy picit elvenni ott? Amivel vagy... timecode-dal játszunk, ami azt jelenti, hogy a fények, a lángok, a látványeffektek, annak ott kell lennie, ahol vannak. Ezért nagyon nincsenek lehetőségeink azért olyan dolgokra, hogy nem mondjuk ezt nincsen el, vagy mit tudom én, igen. De olyanok, van egy-két olyan dal, aminek mondjuk a közepére direkt bele van rakva egy hosszú szünet, és akkor ott a timecode is úgymond kikapcsol, és akkor Laci addig beszél, amíg egy kicsit hülyéskedünk, kicsit baromkodunk, és akkor utána indul vissza a timecode. Ez nem gyakori, de egy-két számban ilyen néha. Mennyit gyakorolsz hetente vagy? Ez is tök változó. Nem vagyok az a szét gyakorlom magam típus. De nem egy ilyen Angus Young, hogy napi 3 óránál tépje. Amikor valamire úgy rákattanok, akkor gyakorlok, meg lemez előtt, meg turné előtt gyakorlok. Ilyenkor inkább, na ebbe is rendhagyó ez a mai nap, hogy ilyenkor én már mindig skálázgatok buli előtt. De most ugye, mivel nem mentem pihenni, a gyakorló gitárom ott van a buszba, most innen már színpadon nem hozottam le, tehát most pont egy ilyen rendhagyó napot kaptatok el. De... Szóval igazából az fog történni, hogy Sili nincs kipihenve, nem gyakorolt, úgyhogy... Úgyhogy egy tragédia lesz a helynek. Tragédia lesz az egész. Inkább ilyen mechanikus bemelegítésre, hogy szó szerint az izületek hát meg egy kicsit bejáródjanak. Aha. Csukló, stb. Lemerült? Nem. Mit mutogatsz, Peti? Kész. Felvettük. Várjuk a Lukácsékat, mert jönnek a busszal. Sziasztok. Aha, jövök. Hát itt vagyunk nagyjából egy kicsivel, hát nagyjából egy órával a kezdés előtt. Jó lesz a buli, ugye ez nem egy ágykoncert, nagyjából ezren lesznek, de már gyűlnek. Gyűlnek a rajongók, gyűl a nép. Jó lesz ez, megjött a mentő is, ez nagyon fontos. Megvan a mentő, az mindig kell. Pörög a büfé 1000-rel, élnek az emberek. A büfében nem ennyibe, Peti, oda nem megyünk. Ott kell lemenni. Menjünk ide a kordonhoz. És ahogy az lenni szokott, elkezdett csöperegni az eső, mert Győrbe vagyunk. De jó, ezt nincsen előzenekar. Ugye csak tankcsapda buli, ugye itt kezdték a nyári szezont, itt fejezik be. Jó lesz a srácok, elmentek egyet szusszanni, pihenni, de már mindjárt jönnek vissza. Mi addig a stábbal zongoráztunk, meg dumálgattunk, meg sztorizgattunk. Klasszik, azért valahol néger melóhez menni kell, jönni kell. Amikor itt vége van, mennek, aztán kocsival ki Glasgow-ba kivinni a cuccot. De hát ez ilyen. Jó buli lesz ez. Ma várom nagyon. Mert amúgy két szótagnál már...
Gyögyör! Ha nem bánjátok. Ugyanazt hallott 97-ben, imádom. Lehet itt fikázni, meg minden, csak a ház meg tele van, tudod? Azt ide sem kommentelt, hogy mi van, meg hogyan, mert lesz a zenét hallgatom, pont nem érdekel, hogy mit ír a média, meg minden. Kurva, ez nem mindig jó buli. Rendesen végig csinálják, végigverik, leülnek az autóhoz, mennek az a Debrecenbe Győrbe. Nincs egy idő. Fancy tököm, tudja mi csodál, láttátok magatok? Én hittem egy jó bulit kaptak. Jó lett ez, nem? Nézd meg a bácsi is, milyen jó tárgya van. Mutatkozva szépen. Kurva jó. Hát most nem tudom, lekonfot kéne mondani, Peti, így 4-11-kor este? Hát valamit mondjanak már még a fiúk. Hát valamit mondjanak a fiúk, nem tudom, menjél be a szakoltozóba. Szerintem most hagyjuk őket még egy kicsit, nem? Kérdezzük meg a biztonsági főnöket, hogy ilyenkor miért rendben? Egy kicsit várni kell. Én is azt mondom. Majd elmondják, aztán beülünk a Dacia-ba és hazaviszlek titeket. Nem, amúgy tényleg becsülettel lenyomtátok tík, és nem tettem volna egy büdös karassal rátok, miután leestél a színpadról, de... Vigyázz az elején. Kiszakadt a kecsőt. Ott van. Jöttek szólni, és figyelj. Csávó meg arra borított a rekket. De még él. Hát így. Figyelj. Áldozatok nélkül nincsen siker, Péter. Ezt a tagsat a koncertet egy nadrágot bánta. Meg a májadnak egy pici része. De semmi gond.
Én az örülök, hogy itt vagy. Elkirálykoltatok. Jó volt az egész, azért most nem. Én annyira élveztem baznak, hogy még hallgattam volna. Hibátlan. Jó, tegyétek el! Igen, hát ahogy elkezdtük egyben nekem is leesett, hogy még akartam is neked mondani, csak mondom, muszáj zavallak. Nem. Így most meg kellett várni, amíg a srácok átveszik a korrupciós ajándékokat, meg a 11 milliót. Hát, én vezetek. Tényleg? Tényleg. Hát, miután a csávó azért magára borított, majdnem egy rekket. Az jó. Na mindegy, én iszok, szevasztok. Inkább én. Köszönöm szépen. Külön jó pont, papa. Ez a rakjárnak. Nagyon tűzik. Nézd meg, látod? Ennyi. Így. És így éltek élek a rockstárok. Kis kávécska. Jó, van az. Hangod az mennyire megy gálja így a végére? Hangod az mennyire megy gálja? Semmi gálja. Miután nincs eleve. Értem. Ez jó. A hangod a végére mennyire megy el? Mind az elején már meg volt. Mind az elején múlt. Jó szólt az egész. Jó szólt? Jó szólt. Jó szólt. Az nagyon cuki volt, hogy a Dani az odaületett, az jó felség volt. Hát, hogy a Dani odaületett, az nagyon cuki volt. Ja. Hát mondom, hogy még sose voltam. Utolsó lesz. Nyomjuk egy kömény izét. Á, hangot! Jó, a srácok, elpályázunk. Gondolom, ti sem láttok nagyon soká már. Megy tovább a szekerte, mész vissza Debrecenbe. Sidi motorozni valahová. Egész jövő hét csülővel így nem találkozunk, gondolj be. Egész csülővel így. Aztán gazdó. Ja, aztán gazdó. És úgy tovább van. 12 koncertetek van most külföldön. Azt most bárhogy kimondtam, így belegondolom. Nem, 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 nem. Aztán ahogy annak vége, jövünk haza és folytatjuk itthon végig. Tehát, hogy egészen... December 30. Hát igen, meg játszunk január 1-én is. Akkor ott van két hétvég, amikor nincs koncert. És aztán január közepétől február végéig megy tovább még egy etap. Hát utána lesz egy kis, hát ja, legalábbis egy koncertmentes időszak. A fesztivál szezonik. Kemények vagytok tényleg. Le a kalappal. Köszönöm szépen. Köszönöm a munkát. Én köszönöm. Hát még várjál ezzel. Hát, untam voltam. Alig vártam, hogy majd vége legyen, mi? Hát, meg de untam már. Az ente sokkal jobb volt. Beszéljünk. Értem neked Instánból. Jó, majd ott beszélünk. Te most jöttél meg, Janka? Janka! Ilyen jó ismerés volt. Most érkeztél meg. Beszéljünk már. Mi van? Elköszöntem, szevasztok. Hát ez volt, kész. Így. Ez ilyen. Nincs sztárrallő. Büdös vagyok, ne haragudj. Ezért ez egy elmegyős. Búdos vagyok, ennyi, búdos.